Az Egri Szentgyörgy Nyugdíjas Rendőr Egyesület közgyűlését Kaló József nyugállományú rendőralezredes nyitotta meg. Értékelte a 2018-as évet, valamint beszámolt a jelentősebb intézkedésekről, és felelevenítette a közös programokat is. Az idei év fő feladatai között a hagyományaik ápolását, a karitatív tevékenység erősítését, valamint a pályakezdő rendőrök támogatását jelölte meg. Mi ezek közül a fiatalok közül a legkiválóbbakat valamilyen jellegű anyagi eszközzel jutalmazzuk, de ezt nem effektív készpénznek kell érteni, hiszen az elmúlt évben az Egri Szakképzési Centrum Kossuth Középiskolák rendészet szakos hallgatói közül azokat vittük el színházba, akik valójában a legkiemelőbb sporteredmény nyújtották, illetve volt egy Mária Pócs Kegyhely és egy Nyíregyháza Sóston egy másik nagy kirándulásuk. A rendezvényen a támogatók köztük az Egri önkormányzat munkáját is megköszönték.